Így fürdött Félix és Takuka a Nyíregyházi Állatpark medveerdőjének medencéjében. A két hím medve eddig is közösen élt svéd otthonukban, a lakótársak láthatóan Nyíregyházán is jól érzik magukat. Mielőtt megjöttek a svédországi Orsa ragadozó parkból, már nagyon sok információt kaptunk az állatokról, amellett, hogy gigantikus méretű a Kodiak medve, hiszen 600 kg-os, teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint eurázsiai alfajtársa. Félix, aki már ott van hátul, már bejárja az 1 hektáros medveerdőt, már mindent felkutat. Takuka, ő jóval komótosabb, és hát úgy jellemezték, hogy kicsit lassabb gondolkodású. Az eurázsiai alfajba tartozó Félix közel 400 kg-os, de szinte eltörpül a több mint 600 kilós társa, az alaszkai Kodiak szigetéről származó Takuka mellett. Ezt az alfajt tartják a világ legnagyobbra növő barna medvéjének. A Kodiak a legnagyobb testű barna medve alfaj, sőt a testméret a jeges medvével vetekszik. Alaszka délnyugati részén a Kodiak szigetcsoporton őshonos. Régen a grizzlivel egy alfajba sorolták, de mivel önálló populációt alkot, más alfajá változtatták, és gigantikus a mérete. Ez valószínűleg annak tulajdonítható, hogy elsősorban lazacokkal táplálkozik az élőhelyén. Egy ivarérett hím több mint 600 kg-os is lehet, a mi Takukánk sem kicsi, ő is több mint 600 kg-os testtömeggel rendelkezik. A mackó testvéreket talán minden gyermek ismeri, abban is Kodiak mackók szerepeltek, és hogyha eljönnek ide a vendégek a Nyíregyházi Állatparkba, nem csak a méretből adódóan lehet őket megkülönböztetni, hiszen van itt egy másik mackónk is, egy eurázsiai Félix nevezetű állat. A Kodiak medvének ilyen kis lecsüngő ajka van, úgyhogy Takukát innen is fel lehet majd könnyedén ismerni. Magányosan élő medve alfaj, de a táplálékban gazdag területeken többen is összegyűlhetnek. Alapvetően Svédországban is hatalmas területen éltek, és itt is 1 hektáros a medveerdő. Amellett, hogy hallgatnak a nevükre, Félix és Takuka, külön jelük is van. Most azért nem mutatom meg, mert az becsapás lenne, de hogyha az X-et látja Félix, az azt tudja, hogy itt a bemenetel, itt a vacsora ideje, és működik, tehát kipróbáltuk és működik. Takuka is jön, kicsit lassabban, de ő is bejön a vacsorára, és őt könnyebb bezárni pontosan a pocakja miatt, mert ő elég könnyen lehet motiválni az étkekkel, ami elsősorban zöldség és gyümölcsféléből áll. Még egy kis kulisszatitok Takukáról, bár óriási termetű, félelmetes karmokkal rendelkező állat, kicsit fél a bogaraktól.